you gonna do when the rain is coming down? Bring it back to the middle, push, take it back to the rhythm. What you gonna do with it? My kind. Természetes haj- és testápolása nekem a Balatonban, és mostantól az ország összes Rossmann üzletében. Megmondom, mi kellett. Jó érzék, jó stílus érzék. Elképesztő, még úgy is, hogy itt a szomszéd. Ezért van egy ott egy dzsakú. Ez is ez egy kincs, az a szomszéd helyzetem, meg abban milyen szépet lehet meg. Igen. Lelenség perceként azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne egy vendégházat csinálni. Van elég dolgunk, de annyira jól néz ki. Nézzük, és mekkora tárgyi. Aztán annyi, és kész. Ez nagyon jó kis hely volt. Ez jó, itt még mindig maradni egy-két napot, itt is. Itt is, mi az baj, csak az eső. Jaj, milyen szép ez itt. Innen vezet egyébként az út Poljana Brasovába, ami a síterepe ennek a környéknek. Azért is nagyon felkapott ez a szállás is. Egyébként síelőknek van sok esetben télen. The Pines, ha akartok valami szép helyet Brasovban, akkor ezt ajánljuk sok szeretettel. Na, de most indulunk tovább. Brasovban található a világ egyik legszűkebb utcácskája, és hát itt van a közelben fél óra autókázás. Brán városa, ahol Dracula kastélye található, úgyhogy ez a következő úti célunk. Nagyon szépek ezek a házacskák. Hú, de szép ez itt, Jézusom. Jézus Mária, de szép lassan. Ez csodaszép. Atyavilág. Ez itt a belváros egyébként, itt tulajdonképpen bárhol leállható. Mit szíveled? Mi van? Gyere! Logolsz? Logolok. Ligidig logolok. The World of Dracula. Ott van már Dracula, mely itt közeledik. Venci, te szereted az ilyen paradolgokat, te kíváncsi vagy most akkor a Draculára vagy nem? Szeretnéd, hogy kiszívja a vérelőt? Szeretnéd Dracula lenni? Uh-huh. Hogy örökké éljél? Egyéb hozzátennivalód? Köszönöm a beszélgetést! Specialty kávé, nagyon szép. Kijönni inspirálódni vendéglátós szemmel. Tehát az egész világ egy. Jó, persze, de ez kifejezetten egy ilyen jó hely. Ez a Fekete Templom. A világ egyik legszűkebb kis utcácskája. Úristen, és hogy ki van tetoválva, azt látjátok? Zsine is látszik a Brassó felirat. De jó néz ki, úristen. Magyarul úgy hívják, hogy zsinór. Ti is akartok írni valamit? De én ezt nem támogatom. Miért? Mert szerintem ez rossz fejség. De miért? Hát ez itt láthatóan ez a szokás. Hát így üzen. Firkálni, de amúgy házfalakat tilos firkálni. Itt ez a módi. Itt ez a módi, de mégis, aki elkezdte az osztályon. Szerinted? Igen. Szerintem meg iszonyú jól néz. Én ezt már régesség letestettem. De én meg nem. Én ettől él. Ha ez itt nem lenne, akkor csak egy üres. Ez szűrű, szűrű. Szűrű. Nem. Hidd el, hogy nekem ez itt tetszik. Akkor ebben nem értünk egyet. Ebben is nem. Na, akkor mindenki mondja el a véleményét. Szerintem ez menő, de ez jól is néz ki. Jó, de ez nem azt jelenti, hogy mindent tessék összefüggni. Nem minden, tehát nem arról beszélek, hogy mindent, nem. Itt. És ez. Ez az igazi kapszula rejtés. Visszafirkáltuk a falatot. Keresétek meg! Aki ezt megtalálja. Aki ezt megtalálja, az 1000 forint. Ezt be is kanyikázom. Ezt a saját zsebpénzettől, vagy ezt tudod? Nem, a ti zsebpénzettekből. Na, megyünk?
Hát is sétáltunk. És kapuszni fönt van, ugye, Venyóka? Igen. Mici, vedd fel a kapusznit, kösz. Már esik az eső. Mici, vedd fel a kapusznit, kösz. Esik az eső. De viccesen néztek ki, így mindenki. De jó, ez egy kép. Az első, de Brassó még így is szép. Nem a legszebb arcát mutatja, nyilván ha süt a nap, akkor ennél még sokkal csodálatosabb, de mennyire jó hangulatú hely. Igazából nagyon örülök, hogy eljöttünk. Nagyon rajta. Igazából Erdély, meg egyáltalán Románia ilyen szempontból nekem egy nagy meglepetés most. Nagy kíváncsiság is egyben. Nagyon sokat változott nyilván azóta, amióta nem jártunk. Csodálatos helyek vannak itt. Eddig is tudtam, hogy Erdély az fantasztikus, de nem ilyen szemmel mászkáltunk, mindig konkrét helyekre mentünk, családokhoz, és közben mint turista is sok-sok látnivaló van itt így Erdélyben. Brassó nagyon megér egy látogatást, ez biztos. Ez a tábla milyen sokat hozzátesz, mert nyilván így is szép, hogy ez megy, de attól, hogy az ott úgy oda van írva, attól olyan, mintha ottan a város részévé, vagy a civilizáció részévé válik. Abszolút. Nagyon tetszik. Meg egy ilyen névjegy. Igen. Na most bevesszük Dracula kastélyát. Ha itt a belvárosban parkoltok abban a kis parkoló udvarban, Brassóban, ahol mi is, akkor előre szólok nektek, hogy csak készpénzzel lehet kifizetni a parkolást, ezt mi nem feltételeztük, meg nem olvastuk fel a táblán nyilván, úgyhogy nagy délrel durral beültünk az autóba, és aztán most mehettem vissza egy bankautomatát keresni, mert nem volt nálunk készpénz. Az a helyzet, hogy Romániában még nagyon-nagyon sok helyen nem lehet bankkártyával fizetni. Azt hiszem, talán nem is kötelező náluk elfogadni mindenhol, ez nem úgy van, mint nálunk Magyarországon, úgyhogy nem árt, hogyha az embernél van egy kevéske készpénz. Vagyok. Akkor megismertünk Brassót, kifejezetten jó, hogy szívesen beülnék ide, meg oda, meg oda. Boltokat kicsit megnézni, nagyon szenzációs bolt volt, jól látni. Igen, tényleg. Hopp, ott a kastély! Nem, ebben lakott Dracula. Hát a legenda szerint. Félszívó. Mitől félsz? Nem tudom. Ilyen azt tényleg, mi van, ha tényleg igaz a legenda? Hát, igen. Úr, egy kanibál? Nem kanibál, vámpír, vérszívó. De ezek fokozatok, a vámpír is egyfajta kanibál. De nem ette meg, csak a vérét szívta ki, és értem, belőled is vámpír csinál. A vérét, ha valaki meg kiszív, az olyan, tehát én a csirkének csak a vérét szívom ki, akkor én... Csirke vérszívó. A szőnyog az egy kanibál? A szúnyog a másik szúnyognak a vérét. De hát pont ebben ez a lényeg, hogy ő egy ember. Tehát egy másik embernek a vérét kiszívod, akkor ki iszod belőle. A kanibál erőfebb. De közben ne ölöd meg, csak vámpír csinálsz belőle. Aha. Na, menjünk, járjunk ennek a végére, jó? Szerintem is ezt nézzük meg, de egyet kérek tőletek, ha közelít valaki tátott szájjal és hegyes fogakkal felétek. Szaladjuk. Ijesztő? Ez mit csinál? Úristen, na ez mennyire undi? Ezt őreltette be? Aha, ez volt a királynőnek a hálószobája. Egyébként nagyon kis csinosan majd van csinálni. De az a rész, ez ott aludt? Ott aludt, aha, az volt az egyik kolyak. És ez tényleg az a parketta? Az a parketta, így van, ez a parketta, ez nagyon régi. Nem, tessék, nekem a legjobban. Ez jó, mi? Igen. Nem jó ez a rész. Mielőtt kimondod, hogy nehogy ilyenek, nem fogok. Egyszer csak kiderül, hogy hol van a Dracula. Veszélyes vizekre evezünk. Nem ajánlott 14 éven aluli gyerekeknek. Nem akarjátok, hogy apa előre menjen? Nem.
Dracula film egyik valódi nyaklánca. Ez azért volt korhatáros, mert filmjelenetek voltak a falra kivetítve a Dracula filmekből, és azok a elég könnyűleg össze-vissza az egész. Ez volt a Ferdinánd király hálószobája. De szép. Az van, ez egy tényközlés, hogy egyébként maga a kastély az nagyon cuki, meg nagyon szép, de az, amit egyébként itt látni lehet, az nem kifejezetten nagy szám. Sajnálom, hogy ezt mondom. És extra pénzt kérnek azért, hogy bemenjél a kínzókamrás részre. Aztán extra pénzt kérnek azért, hogy beszálljál ebbe az időalagútba, ami tulajdonképpen egy lift, amiben vetítenek valamit, és lent meg van 3 darab tévé. Most lehet, hogy kicsit túlzod, de nem éri meg sajnos az pénzt. Tehát most nem értik, amit beszélsz angolul, és most mi 2-szer feleslegesen mentünk, mert a szuvenír jobban lehet extra jegyeket vásárolni erre a 2+ dologra. Hiába magyaráztuk el, hogy mi mind a kettőbe be akarunk menni, és mi azt hittük, hogy kombinált jegyet kaptunk, de kiderült, hogy nem. Kicsit puffogunk. Puffogunk, igen. Ez 500-szor ilyen jó lehetne. Ez egy annyira igen. Jó történet a Draculával, Dracula gróffal, és abszolút. Ebből egy béna semmit csináltak. De az adottsága ennek az is. És az adottsága is zseniális, tehát ez a kastély kert, meg maga a kastély, meg az épület, ez fantasztikus, azt jó is látni. Igen. De ahogyan ki vannak állítva a dolgok, ezek tényleg ezek a hosszú szövegek, amiket már kedves sincs elkezdeni elolvasni. Az audio guide az nem működött. Amúgy gyertek el, meg nézzétek meg, mert látni kell, de magától a múzeumtól szerintem olyan túl sokat nem várjatok. Megkockáztatom, hogy elég képet megnézni róla. Na mindegy, kicsit szomorúak vagyok. Úgyhogy most megyünk tovább, majd a Hunyadvára. Benci az teljesen macska freak lett. Ha nem lenne a Sári, akkor már lenne 4 macskánk otthon. De a Sári az olyan, hogyha meglát egy macskát, akkor mint az őrül. Rettenetes extázis vagy. Én is megtanítottuk azt is a Sárinak, hogy a Charlotte-ot és a Danit ne egye meg, mert a tyúkot meg a kapkos. Lehet, hogy azt is meg tudnánk neki tanítani, hogy a macskát ne egye meg. Megjöttünk, drágáim. Itt a vár. Csak most nincs kivilágítva. Milyen vár? Vajdahunyadvára. Ki hogy van, ki hogy érzi magát? Óriási talután, Muci. Látszik a hajamon. Ó, friss levegő. Igen. Jó estét. Mi van? Ez a fürdő. Mami, meg lehet fürdni. Már szerintem legyen tasztál, mert be van az ágyra van a fürdés. Tényleg, olyan. Igen. Tehát akkor az már kicsit necces. De még gyorsan egyet lehet, hogy csomagolhattok talán. Ja, lejárt. Persze. Most itt látnák a várat, de sajnos most nem fogjuk, csak reggel. Az van, kézzel egy hónapja nincs esténként kivilágítva a vár, pedig mese szép. Csak takarékoskodnak. Ja. Spórolnak az árammal. Most ki lenne világítva, akkor jobban látnánk. Én látom. Arra nem. Még a spa. De ez mennyire jó fejség, hogy beengedtek minket ide. Látták, hogy későn értünk ide, és nyilván észlelték, hogy a gyerekeink eléggé ki vannak éhezve valamilyen típusú aktivitás, és nem álltak ellen. Nagyon nagy pozitív, jó pont a Verk Hotelnek itt, Vajdahunyad városában. Itt repül a kis kamera. Hát ezt nem pont így a kisztám. Még a feleségem meg a kisztám. Sajtok a te! Sziasztok!
Atyaég, ez a látkép, így reggelizünk, ezért ez csodálatos. Na most kezed, haló! Ne, kutyás kezene! Mici! Na most kezed! Mici! Nem már! Nagyon szép ez a kis hotel is, kár, hogy nem maradtunk tovább. Igazából minden olyan hely volt tényleg, hogy bármikor visszatérnénk. Az volt a szobánk ott, ott az a teraszunk. Na hát akkor ezennel az erdélyi kalandozásunk végére értünk, elindulunk haza. Sajnos most ennél több időnk nem volt, hogy jobban bekalandozzunk, de azért ez elképesztő lokáció, tehát ülsz az étterem teraszán, és itt van veled szemben a vár. Biztos visszatérünk, minél előbb is van bennünk. Biztos, nagyon szeretném ezt még alaposabban. Ez azért egy ilyen körtúra, vagy egy ilyen gyors körtúra, de ez kevés. Mindenben egy kis tízert kaptunk, és adunk nektek is, és aztán ide el kell jönni. Akkor indulunk haza, mert ma este meg már vacsorázunk. Annyira csodálatos, igazából... Minden befér, azt akarod mondani? Na fújjatok egy nagy buborékot, mert látom, hogy mind a kettőtök szájában ott van a tonnányi bububot. Something I can never be without, yeah. I'm in your command. Thought I was a man of my own world. It's been 2 years. I'm only a shadow of the good on me now. A breeze in my ear, 'cause you know I cannot see no audio. Feeling like home, but should it be like this? Locked up in your dome. You know I fight for you. What do I do? Every time you call my name. What do I You're whipping me into madness. I try to lose. What do I Maybe I should keep rolling in silence.